Jó estét kívánok! Grandiózus zenei élményt kínál idén is az Alba Régia Szimfonikus Zenekar. Az év elején, rögtön február 28-án Bach Máté passiójára invitálják a zene szerelmeseit, majd indul a somorjai hangversenymérlet is. Erről lesz szó a mai esti mérlekben, tartsanak velünk! Igazi zenei és lelki feltöltődést kínál az Alba Régia Szimfonikus Zenekar. Az idei évben minősítetté vált a zenekar, ezért is fontos, hogy a megszokott minőségen túl kuriózumokkal is előrukkoljanak a klasszikus muzsika hiteles képviselői. Nagyon nagy lépés az, az volt, hogy minősítetté vált a zenekarunk, ami azt jelenti, hogy az önkormányzat által, a város által biztosított pénzügyi forráson túl az állam is hozzájárul a zenekar működésének a költségeihez. Nyilván ennek van egy kritérium rendszere, de mindig én magam is sokszor elmondtam az elmúlt években is, hogy a minősítés nyilván cél, de a minőség az főként cél, és számomra ennél még talán az nagyobb öröm, hogy azt láthatjuk, mind a zenekarunk, mind pedig a tavalyi évben létrejött kórusunk tekintetében, hogy egyre minőségibb irányban haladunk. Most már ismertek a számok is, és ez az állami támogatás a vártnál alacsonyabb lett. Én azt gondolom, hogy mind mi szakemberek a szakmai téren fogunk dolgozni annak érdekében, hogy az anyagi megbecsültségünk az állam részéről is növekedjen, mind másik oldalról pedig gondolom, hogy ez a helyi politikusoknak feladata lesz, hogy ezért szót emeljenek, és a megfelelő szintű támogatást megkapjuk a jövőben az államtól. Ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, fontosnak tartom azt is, hogy kérvényeztük a Szimfonikus Zenekarok Szövetségébe a felvételünket. Tudni kell, hogy ebbe a felvétel csak azoknak adatik meg, vagy itt azok kerülnek be ebbe a szövetségbe, akik a kiemelt minősítéssel rendelkeznek. Ugye ebből néhány zenekar van az országban, tehát itt ez egy viszonylag szűk közösséget jelent. Viszont azt gondolom, vagy legalábbis hiszek benne, hogy ennek megfelelően erős szava van, mert a szakmának tényleg az elit rétege vesz ebben részt, és úgy látom, hogy tehát évek óta figyelem ennek a működését, és nagyon aktív tevékenységet folytatnak. Ezen kívül van ennek a szövetségben való részvételnek egy másik fontos része, mégpedig az, hogy van a szövetségnek egy magazinja, egy szakmai lapja, a Zenekar című újság, és ez abszolút egy szakmai lap, amelyet az egész országban terjesztenek, elsősorban a szakemberek körében. És ebben rendszeresen megjelennek szakmai kritikák. Ugye nekünk alapvetően a helyi médiában jelentek meg kritikák, tudósítások a koncertjeinkről. Várjuk azt, hogy most a szövetség ki fog rendelni ide zenetörténészeket, kritikusokat, akik rendszeresen hallgatni fogják a koncertjeinket. Számunkra ez azért fontos. Nyilvánvalóan nem azt várjuk el, hogy agyon dicsérjenek bennünket ezekben a kritikákban, hanem azt várjuk el, hogy reális visszajelzéseket kapjunk. Tehát ami jó volt, azt írják meg, és ami nem volt olyan jó, azt is írják meg, és abból tudunk tanulni, fejlődni, és a szakmán belül kapjunk egy olyan megnyilvánulási lehetőséget, tehát ezen keresztül, vagy egy kommunikációs felületet, ahol a zenekar tevékenységéről egy tényleges képet kap majd a szakma. Így rögtön a jövő hét végén, február 28-án egy különleges élménnyel várják a zene szerelmeseit a Szent Sebestyén templomba. Major István szerint Bach Máté passiója grandiózus vállalkozás, amely korábban eddig mindössze egy alkalommal hangzott el Fehérváron. Az est folyamán két kórus, két zenekar és számos kiváló szólista közreműködik. Bár nem olyan hatalmas létszámú fellépőgárdával adjuk elő, nem is kell, tehát az eredeti Bach elképzelés szerint szeretnénk ezt bemutatni, ami azt jelenti, hogy két kórus énekel benne, 12-12 fővel, egy gyerekkórus körülbelül 20 fővel,
két zenekar, mindegyik zenekar mindösszesen 6 főből áll. A vonós rész, bocsánat, a fúvósokkal együtt ez több, ők 15-15 fős zenekar, tehát nem ilyen szempontból nem a létszám lesz az érdekes, hanem a műnek a mélysége legelőször is, a gondolatisága, a csodálatos zenei megfogalmazás, és hát attól grandiózus, hogy ez közel 3 óra, 2,5 órás előadás. 8 szólista vesz benne részt. Én azt gondolom, hogy Magyarország legkiválóbb szólistáit válogatta össze Pad Zoltán már, mint ezen a téren, tehát itt fontos hangsúlyozni, hogy az énekesek nagyon specializálódnak korokra, stílusokra, szerzőkre, és olyanokat válogatott, olyanokat hívott meg, akik ebben a műfajban a legkiválóbbak. Fontos adalék, hogy lévén, hogy hosszú a mű, így megteszünk mindent annak érdekében, hogy a közönség komfortérzetét is javítsuk. Tehát ezért egy komoly erőfeszítést teszünk annak érdekében, hogy a templom hőmérsékletét jelentősen megemeljük. Tehát, hogy senki ne fázzon, és főleg ne fázzon meg azon az estén. Úgyhogy buzdítok mindenkit, hogy ne féljen belevágni, egy csodálatos utazásra hívjuk az embereket. Lelki értelemben fontosnak tartom elmondani, hogy a nagybőjt legelején adjuk elő a művet, február 28-án, ez az első pénteki nap a nagybőjtben. Ezzel is szeretnénk felhívni a figyelmét az embereknek, hogy vége van a farsangnak, elindult a nagybőjti időszak, a lelki felkészülés ideje. Én azt gondolom, hogy nagy érdeklődésre tarthat számot egy ilyen mű. Nyilván megszólíthatja a hívő közösséget, hiszen Krisztus keresztre feszítéséről szól, tehát egy nagyon mély műről beszélünk, de ugyanakkor megszólíthatja a hívő közösségen túl mindazokat, akik, hát hogy is mondjam, akik ennek a keresztényi történésnek a mélységeire kíváncsiak a zene által, és hát megszólíthatja azokat is, akik Bachot imádják, hiszen Bach életműve elképesztően grandiózus, nagyon gazdag, az élete is nagyon érdekes, egy nagyon alázatos, szerény emberről beszélünk, talán hozzám hasonlóan sokan olvashatták a Tamás templom karnagya életrajzi regényét, ami az én diákkoromnak is az egyik meghatározó olvasmánya volt, főként a zeneszerzők sorozatában. De ugyanilyen izgalmasnak ígérkezik a Somorjai hangverseny sorozat is, amit már szintén évek óta talán ismerhetnek a székesfehérváriak, ugyanazzal a tematikával, a komoly zene és egy vendég, és az ő kettőjük kapcsolata. Emellett Somorjai Ferenc zenetanár munkássága előtt tisztelegve idén is elindul a kórus nagy nevéhez fűződő bérletsorozat, mely az interaktivitás jegyében zajlik beszélgető társakkal, moderátorokkal. Az első koncert március 19-én a Hotel Magyar Király kupola termében lesz, melynek keretében Bogányi Gergely Kossuth Díjas zongoraművész Mozart és Schumann műveivel kápráztatja el a közönséget. Ez az első kis mini jubileuma ennek a sorozatnak. 5 évesek lettünk, ez az 5. sorozat, amit meghirdetünk. Bízom benne, hogy az emberek megszerették ez időtájt, ezt a sorozatot. Bízom abban, hogy sok kellemes estét töltöttünk együtt az elmúlt 4 évben, és hogy ezt folytathatjuk az idei évben. Rögtön az első koncert nem lesz olyan értelemben különleges, hogy Bogányi Gergely az utóbbi időben többször járt már itt. Viszont olyan értelemben azt gondolom, hogy mindenképpen különleges, hogy dedikálni fogja azt a CD-t, amelyet decemberben jelentettünk meg közösen vele. 2 zongora versenyt játszik ezen a CD-n. Ezen a koncerten egyébként egy Schumann művet is elő fog adni Bogányi Gergely, egy nagyon grandiózus nagy zongora művet, a C-dur fantáziát, amelyet a Zeneakadémiai koncertjén fog azután ezt a koncertet követő néhány nap múlva eljátszani, úgyhogy a fehérváriak egy ilyen fajta előnyt fognak élvezni, hogy ide hozzuk az ő Zeneakadémiai koncertjének egy részletét előre. De más zenei csemegét is tartogatnak még a művészek.
A Somorjai bérlet az egy, úgy érzem, hogy egy tökéletes kiegészítése a Farkas bérletünknek, ami az egyik a Farkas bérlet, ugye az a klasszikus koncertezés otthona, és ez pedig egy picit, a Somorjai bérlet az picit az interaktivitás jegyében zajlik. Ugye vannak beszélgetőtársak, vannak moderátorok, a helyszínek is erre utalnak, illetve az, hogy nagyon-nagyon érdekes szólistákkal játszhatunk, és a saját kollégáink is felléphetnek a zenekar kísérletében. A második koncert az pedig Beethoven jegyében zajlik, ugye Beethoven 250-et ünneplünk ebben az évben decemberben, és már ennek szellemében választottuk a Beethoven második szimfóniát. De az Idomeneo nyitány Mozarttól az is egy nagyon-nagyon pezsgő és életteli kezdés lesz, abban biztosak lehetnek, szóval, illetve hárman a zenekarból is fellépnek a zenekar kíséretében. Ez egy nagyon különleges alkalom lesz, ugye a Borivárás koncert, amiről beszélünk, az egy koncertsorozat keretében van, ami szabadtéri koncertsorozatok, tehát egy picit más atmoszférában zajlik. Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, biztos, hogy egy nagyon hangulatos koncert lesz ismét. A hangversenysorozat aztán szeptember 10-én a Szent István teremben, majd december 2-án a Ciszterci templomban folytatódik. Szeptemberben egy a cappella koncertre invitáljuk a közönséget. Én csodálattal vagyok a székesfehérvári zeneszeretők előtt, hogy milyen fantasztikus nyitottsággal fogadták ezt az új kórust, és hogy itt az eddigi koncertjeim mind teljes telt házzal zajlottak, tehát gyakorlatilag az a pozitív problémával küzdöttünk, hogy ültessük le az embereket. És végül pedig decemberben lesz megint csak egy nagy vállalkozás, Díny és Soma vezetésével, Vivaldinak a legjelentősebb, legnagyobb lélegzetvételű és nagyon érdekes történetet, egy ószövetségi történetet megjelenítő Vivaldi oratóriumot fogunk bemutatni, a Győzedelmes Judit ez a címe, és hát ebben a kis angyalkák a Magyar Rádió gyermekkórusa fog részt venni, és nagyon sok különleges barokk hangszer. A 4 alkalmas bérlet vásárlói ajándékba egy Bogányi CD-t is kaphatnak, a jegyet megvásárlóknak pedig kedvezményes kupon biztosítanak a hanglemez megvásárlásához. Ez volt már az Esti Mérleg, köszönöm, hogy velünk tartottak, szép estét kívánok, viszontlátásra!